A futgolfban jeleskedő Németh Gábor és Bacskai Bence talán sosem gondolták, hogy lovas terápiával is fejleszthetik teljesítményüket a gyepen. A két sportolót elkísértük egy pattás foglalkozásra. Egy különleges lovas tréningen vett részt a Gerecse és a Vértes határán lévő Vasztély pusztán Németh Gábor, a Ferencváros futgolf játékosa, és Bacskai Bence, a Hall Hunters futgolf esélyjátékosa. Az élsportban kiemelten fontos, hogy mindenki tisztában legyen önön működésével, képességeivel, ehhez ad segítséget Udvarhelyi Hajnalka módszerével. Önismereti utazás. Nagyon egyszerű feladatokon keresztül jut el az ember a felismerésig, illetve önmagáig. Na de kezdjük az elején. Németh Gábor és Bacskai Bence sohasem volt túl közeli viszonyban a lovakkal. Lovakkal nem igazán találkoztam. Legtöbbet inkább a tévében. Személyesen leginkább gyerekekkel voltunk lovardába párszor, és őket lovagoltattuk. Közvetlen kapcsolatom nem volt a lovakkal, családom belül volt. Ajándékutalványszerűleg, hogy kisorsolták, hogy ki mit szeretne. Én választottam, inkább strandba lépőt választottam, mint hogy a lovakkal ismerkedjek. Hát itt most nem nagyon volt választási lehetősége a fiúknak. Bedobtuk őket a mély vízbe, de majd a végén kiderül, hogy ők ezt egyáltalán nem bánták. Sőt. Ős Erika. Ha ismerkedünk, akkor így rakjuk a kezünket az orrához. A lényeg a lóval való hatékony és kontrollált együttműködés kialakítása. Ezért különösen fontos, hogy a résztvevők megfigyeljék és értelmezni tudják az állat kommunikációját, jelzéseit. Amire érdemes figyelni, az még az ő jelzései. Az egyik az a nyalogat rágcsá, amikor így a szájával imitálja azt, mintha enne. Az azt jelenti, hogy nagyon jól érzi magát. Amikor dolgoztok vele, az a füle, amelyik oldalon álltok, az rátok fog figyelni. Akik eljönnek, általában változtatni szeretnének. Többé-kevésbé tudják is, hogy min. Mindenkinek van erőssége, gyengesége, amivel együtt tud élni, meg amin szeretne változtatni. Ezen a lovas tréningen nem kell lóra ülni, nem szükséges hozzá semmilyen lovas tudás, az állatot tükörként használják a cél eléréséhez. Ez pedig az, hogy a lóval való foglalkozás, továbbá a közösen végrehajtott feladatok feltárjanak olyan problémákat és nehézségeket, amelyek a magánéletben és a karrier során is felmerülhetnek. Tovább kell lépni a feladatban, tehát adunk már is egy megoldást, vagyis önmagának ad egy megoldást az ember. Ha határozott vagyok, ha tudom, hogy mit szeretnék, akkor meg fogom tudni oldani. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok feladatra, meg problémára, vagy bocsánat, problémára ad választ. És a gyorsabban? Akkor te is legyél gyorsabb. Aha. Az szuper! A trénerek tapasztalatai és visszajelzései igazolták, hogy ennek a fajta lovas tréningnek komoly szerepe lehet a közösségformálásban, a csapatkohézió kialakításában és a közösségen belüli feladatmegosztásban is. Egyikötöknek be lesz kötve a szeme. Akinek be van kötve a szeme, az vezeti a lovat. A másiknak pedig irányítania kell őt. Itt még egy lépés, kettő, állj meg! A trénernek igencsak fontos információ az, hogy a résztvevők teljesen át tudják-e adni magukat az új helyzeteknek, új impulzusoknak, hogy aztán a végén ilyen érzésekkel fejezzék be a gyakorlati részt. Leci, nagyon ügyes vagy. Ez egy külön kapcsolat, ami így létrejön a ló és az ember között, és nagyon tanulságos. Hogy minden mozdulatunkra, minden érzésünkre hogy reagál a ló. Őszintén, mikor elkezdtük az egészet, és akkor kicsi félelem volt bennem. És bejöttünk ide a karámon belülre, megismerkedtünk a Sárikával, körbevezetgettük. Pozitív élményeim vannak a lóval kapcsolatban, nem erre számítottam igazán. A ló mégis azért 5-600 kiló. Őt kell irányítanom, mi lesz vajon, hogyan fog ez működni, és amikor megtapasztalják, akkor ez nagyon-nagyon felszabadító, és nagyon-nagyon pozitív érzés szokott lenni. Az egyes feladatok után is, és a több órás tréning végén is egy pontos pszichológiai értékelést lehet adni, amit a tréner négy szem közt oszt meg a résztvevőkkel. Eleinte én nem tudtam, hogy mit szeretnék, és a ló ezt érezte ugyanúgy, és utána beszéltünk a közben, kommunikáltunk a Hajnival, és mondta, hogy gondoljam el, hogy én mit szeretnék a lóval csinálni, és úgy valósítsam meg, és akkor rögtön egy csetintésre elkezdett működni az egész. Mi kérdéseket teszünk fel?
Tehát nem ítélkezünk, és nem mondunk véleményt. A kérdésekre adott válaszaik alapján ők viszik haza a puttonyban azt, hogy hogyan fognak tovább tudni lépni. Nagyon jó élmény volt, és ezekkel az élményekkel fogunk elmenni a többi futgolfjátékoshoz, és hirdetni ezt a lehetőséget.